Én 13 voltam, amikor ő megbetegedett, és 21 voltam, amikor meghalt. Amikor először elment onkológushoz és megvizsgálták, akkor mondta neki az onkológus, hogy mellrákja van, le kell venni a mellét, kemoterápiát fog kapni, és a műtét után azt mondta, hogy tisztán el tudták távolítani azt, amit el kell, de azt mondta az orvos, hogy az ő szakmai tapasztalata alapján, mivel ilyen nagyon későn jött be, valószínűleg ez ki fog újulni. És akkor betolták, és körülbelül az volt, hogy bement a főorvos, és ilyen 4 perc múlva már így kijött. Tehát így bement, és egyből kijött. És akkor apámnak mondta a kórházba, hogy nagyon sajnáljuk, uram, nem tudjuk, hogy nem vettük észre, de hogy a hasnyálmirigy aktívan tele van rossz indulatú tumoros sejtekkel, amik túl kicsik, hogy megműtsük, és azt lehet tudni, hogy nagyon rossz prognózisa van a hasnyálmirigy ráknak, és akkor mondtak egy fél évet édesanyámra. Viszont ezt így nem nagyon osztották meg velünk. Tehát ezt apám tudta igazából, meg az orvos. És akkor innentől kezdve volt bennünk egy nagyon rossz fajta várakozás arra való tekintete, hogy ennek mikor lesz vége. Édesanyámmal azért nem osztották meg, mert az orvos azt tanácsolta, hogy az ő tapasztalata szerint, amikor elmondták egy terminális betegnek, hogy halálos stádiumban van és fél éve van hátra, akkor sokkal hamarabb meghaltak, mint ahogy az prognosztizálható lett volna, egyszerűen pszichológiai faktorok miatt. Nem tudom, hogy mennyit változott a kapcsolatunk a betegség okán. Nem nagyon emlékszem nagyon a kapcsolatunk minőségére, mivel gyerek voltam. Tehát én anyámra csak úgy emlékszem, hogy parókája van, hogy picit sápat, hogy sárgás a szeme, hogy a tünetei, hogy a vénák a kezén mindig fel voltak robbanva a kemoterápia miatt, a sugárkezelésnek a tünetei, és mind arra, ami ezelőtt volt, az csak fotókról emlékszem. És éppen ezért nem tudom, hogy milyen volt előtte meg közben a viszonyunk. Először tagadta a betegséget, utána így tühös volt, utána kétségbe esett volt, utána elkezdett alkudozni. Utána talán, de ezt soha nem fogjuk megtudni, talán elfogadta ezt a tényt. Ugyanúgy ezen az 5 lépésen én is keresztül mentem, miután meghalt. És nálam ez inkább úgy jelentkezett, hogy ez a borzasztó sok agresszió, meg indulat, meg minden így felszakadt bennem, és két dologgal nem tudtam mit kezdeni, hogy effektíve ez a dolog elvette a gyerekkoromat. Mert onnantól kezdve nem arról szólt, hogy mi mondjuk vagyunk valahogy egy család, vagy fiam, hogy vagy a suliba, hanem arról szólt, hogy tanulj normálisan, fiam, mert anyádnak így is megvan a baja. Még nem kell, hogy te ne tanulj jól, csak így tedd meg ezt, nem figyeltek rám. A másik meg az volt, hogy így nagyon agresszív, ilyen bűntudatom volt, hogy így mennyire igazságtalan, hogy én túléltem őt, és hogy ő ennyire méltatlanul meghalt, és ennyire tényleg így leépült, meg fölpuffadt, meg besárgult a szeme, meg nem tudott egyedül lenni, meg pelenkázták, és így meg így simán túléltem, és semmi bajom nincs. És ez mocskosul nehéz volt. Tehát a művészetbe találtam egy olyan célt, ami tényleg így értelmet adott, meg nagyon sajnáltam volna, hogyha ezt nem űzhetem. Az nagyon fontos, hogy minél előbb mindenki, a rendszeres kivizsgálások nagyon fontosak, az, hogy ha az ember tünetet észlel, azonnal a szakemberhez forduljon, ez hihetetlenül fontos. De én azért nem tudtam ezt így megélni akkor, mert anyám meghalt, nem tudtam fizetni az albérletet, ahol laktam az egyetemen, és miután meghalt, 3 hétre rá én államvizsgáztam. Tehát nem volt effektíve időm gyászolni, hanem az volt, hogy így rohantam, munkát kerestem, próbáltam így valahogy a víz felett maradni. Tehát azok azért nehéz időszakok. A legtöbb ember annyit tudott mondani, hogy így hú, sajnálom. Kérsz egy sört, hozzak valamit, de egy olyan beszélgetés, ami egy katartikus, feloldó jellegű átbeszélése lenne annak, hogy mi történt, az nem volt, az sajnos az nem történt meg akkor. Nekem anyám elvesztése egy nagyon nagy törés volt, és ugye én voltam ilyen 20-21, amikor meghalt, és körülbelül ilyen 25-26 éves voltam, amikor eljutottam egy szakemberhez, és Pécsen fél évig jártam egy pszichológushoz, akivel kifejezetten arra fókuszáltunk, hogy ezt a gyász folyamatot így végigvigyük, hogy ez egy természetes folyamat, és végigmenjünk a lépcsőn, és ezt így jó értelemben lezárjuk, és ő segített nagyon sok összefüggést megérteni, ami miatt ezt a bűntudatot, még a haragot picit el tudtam engedni. Teljesen biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb esélyekkel indult volna neki a rák elleni harcban, hogyha időben orvoshoz fordul, vagy időben elkezd foglalkozni ezzel a jelenséggel. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek így kellett volna történnie.